Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok. Nézzük mai adásunk tartalmát röviden. A mammográfiai szűrőbusz anyagi finanszírozásáról döntött a testület Tamásiban. Felsőnyéken sem telik el az ünnep figyelmesség nélkül. Gyermekeknek és kisiskolásoknak írt ki pályázatot a művelődési központ. A Mucsi Alapítvány célja a harmonikus együttélés és annak szemléltétele. Tamási Város önkormányzatának képviselő testülete egyhangulag elfogadta, hogy támogatja a mammográfiás szűrőbusz anyagi költségeit. A Dám önkormányzati társulással közösen finanszírozzák az 1,7 millió forintos költséget. A 2023. január 9-e és 30-a között a Tamási Váradi János rendelőintézet parkolójában helyet kapó mammográfiás szűrőbuszra 2530 nő kap behívót, őket várják a szűrővizsgálatra. Tamási Város önkormányzatának képviselő testülete döntés hozott a településen 2016 óta működő tanyagodnoki szolgálat fenntartójával kapcsolatban. 2023. januárjától a Tamási és a város környéki önkormányzatok szociális integrációs központjához került át. Elsősorban a külterületen lakóknak a szociális alapellátásába segít be. Ennek a üzemeltetésében, fenntartásában eddig vegyes megoldást választottunk, mert maga a tanyagodnok személye, ő az önkormányzat alkalmazottja volt, illetve mi most is az december 31-ig, és a hozzátartozó kis buszt, ami az ellátást segíti, az önkormányzat üzemeltette, viszont ahogy az emint is említettem, a tanyagodnoki ellátás teljes egészében a szociális alapellátásra épült rá, azt segíti elsősorban, így most az a döntés született, hogy január 1-től teljes egészében a Tamási és környéke szociális központ fogja ellátni a tanyagodnoki ellátást. Ez a gyakorlatban az érintettek részére semmilyen változást nem jelent. Tehát a házi segítségnyújtásban, a szociális étkeztetésben, tehát a külterületre gyakorlatilag az ebédhordásban, az óvodásoknak a külterületre történő bejuttatásban ugyanúgy fog segíteni a tanyagondnoki szolgálat, mint eddig. Úgy gondoltuk, hogy így sokkal hatékonyabban tud működni, hogyha a szakmai irányítás és a munkáltatói irányítás is, illetve a gépjárműnek üzemeltetése is egy helyen, egy kézben van. A képviselők a 2020 tavasz óta üzemelő sportok háza ez évi munkájáról is beszámolót kaptak a létesítmény felelőstől. A 2022-es évben működésünk zavartalan volt. A háznak az élete, a mindennapok nagyon szépen beálltak, meg van már körülbelül az állandó létszám, aki látogatja a létesítményünket. Változatlanul nagy népszerűsége van a játszóháznak, a konditeremnek, és ugye helyi egyesületek, akik a mindennapjaikat és az edzéseiket ott töltik, illetve a versenyekre való felkészülésüket. Mind a lakosság részéről, mert vannak azért külsős foglalkozásaink is, illetve nagyon jól és nagyon szépen kialakultak kis közösségek már a házban, úgyhogy úgy gondolom, hogy ismert most már a városban. Mint egyesületi, mint pedig lakossági szinten a város vonzás körzetéből érkeznek látogatók, akár a játszóház, akár az edzőterem, vagy az adott edzésekre is itt a környező településekből érkeznek gyerekek utánpótlás. Az épület területe közel 2000 négyzetméter. Igazából itt azért, hogy ezek a kialakult kis közösségek életbe tudjanak maradni, észszerű döntéseket és változtatásokat kellett véghez vinni a ház életében. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vannak olyan foglalkozások, amik a tél és a fűtés idejére más helyszínre kerültek, de vannak állandó szereplők, akik maradtak. Az elmúlt években a járás ellátási területén minden évben térítésmentesen került megszervezésre a 45 éven felüli nők mammográfiai szűrővizsgálata. 2023-ban ismét adott lesz a lehetőség. Ugye a mammográfia egy speciális röntgenképalkotó eljárás, a 45-65 év közötti hölgyeknek két évente javasolt, hogy az emlőrákot meg tudjuk előzni, illetve minél hamarabb észrevegyük, kiszűrjük, és ha véletlenül kialakul, akkor minél gyorsabban tudjuk kezelni. Ez egy speciális busz, nem jár mindenfelé, de a Dám önkormányzati társulásban résztvevő önkormányzatok, így a Tamási önkormányzat is biztosítja az ehhez szükséges plusz forrást. Ez ebben az évben 1,7 millió forint,
így sikerült elérni, hogy a busz 2023. január 9. és 30. között itt lesz a Tamási Szakrendőrintézet parkolójában. Tamási és környékén élő hölgyek fognak behívásra kerülni. Ezt a megyei szűrési koordinátor szervezi. Minden 45 és 65 év közötti hölgy behívót fog kapni. Körülbelül itt a Tamási és környékéről 2530 hölgyet fognak behívni. Első körben 1700 hölgy fog kapni. Ők olyanok, akik még nem kaptak behívót, és körülbelül 800 fő lesz, akik már kaptak behívót, csak még a korábbi kampányszűrésben nem vettek részt. Ebben a szűrési programban csak azok jelentkezését várjuk, akik behívót kaptak. Ha egyéb emlőpanaszuk van, akkor először is házi orvosokat vagy nőgyógyászokat keressék meg, mert nem feltétlenül az első lépés a mammográfia. Sokszor ugye maga a fizikális vizsgálat, a nőgyógyászati vizsgálat, és utána pedig az emlő ultrahang vizsgálat jön szóba. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki kap behívót, ő jöjjön. A testületi ülést követően került sor a közmeghallgatásra, ahol lehetőség adódott a képviselőknek feltenni a településsel kapcsolatos kérdéseket. Az adventi időszak kezdetekor kigyúlnak a fények. Ezt megszoktuk az előző években, most az energiaválságnak erre is hatása van. A legtöbb település szerényebb módon várja az ünnepeket, Felsőnyéken igyekeznek olyan napelemes rendszert beszerezni, amivel ki tudják majd világítani a polgármesteri hivatal kertjében felállított Betlehemet. Az ünnepre persze más módon is készülnek, a rászorulókról sem feledkeznek majd meg. Felsőnyék önkormányzata is több olyan intézkedést kényszerült életbe léptetni, amely a téli időszakban némi megtakarítást jelent a költségvetésnek. Talán most szembesülünk, hogy mennyire jó, hogy éveken keresztül minden beruházásunk arra összpontosult, hogy energiát takarítsunk meg, tehát minden épületünket most már, amit föl tudtunk újítani, napelemeket helyeztünk el rajta, ugye nyilászárókat, tehát ezzel ugye eleve energiát tudunk megtakarítani, egyszer a fűtésbe is, meg az elektromos áramba is. Na most, amivel szembesültünk, hogy az elektromos áramot azt szinte mindenhol megtermeljük. Tehát itt is helyileg, ha megnézem, pár kilovattal többet termelünk, mint amennyit felhasználunk. Tehát ebben az esetben az áremelés nem érintene annyira bennünket, de a gázzal nem tudunk mit kezdeni. Na most, de hát, és avval fűtünk, ugye? Tehát nem tudunk váltani, de hát nem zárhatok be egy óvodát. Ezeket üzemeltetnünk kell. És hát, hogy tudunk spórolni? Ugye akkor összeültünk, hogy mi az, amit be tudnánk egyáltalán zárni. Tehát pillanatnyilag láttuk, hogy a legnagyobb fogyasztónk gázból az a kultúrház. Hát a kultúrház úgy csináltuk, hogy áttelepítettük ide az önkormányzathoz a kultúrost, a könyvtárat, azt bezártuk. Tehát ott csak annyit fűtünk, hogy ne fagyjon el semmi. A település házi orvosának rendelése a téli időszakban másút kapott helyet. Át tudtuk helyezni a védőnőhöz, mert ott akkora az épület, hogy akkor így az orvosi lakást is magát, az orvos nem itt lakik, és az épületet is szintén le tudtuk zárni, hogy ott sincs gázfogyasztásunk. A védőnőnek az épületével pedig eleve már átálltunk, még villanyfűtésünk is van, de annyi napelemet tettünk, hogy árammal tudunk fűteni is, tehát az se kerül elvileg semmibe. Az áramot megtermeljük, viszont arra megint nincs ráhatásunk, hogy a rendszer használati díjat viszont nagyon-nagyon megemelték. Tehát azt szintén fizetni kell. Tehát azt látjuk és azt tudjuk, hogy az önkormányzatnak különösebben mozgástere nincs. Tehát az állam finanszírozza az önkormányzatot, az önkormányzatok nagy részének saját árbevétele nincs is. Ezeket a költségeket pedig egyszer ki kell fizetni. Az ünnep nélkülözhetetlen eleme a jászol, amit évről évre Felsőnyéken is felállítanak a falu polgármesteri hivatalának udvarában. Pillanatnyilag még nem világítjuk, hanem most rendeltem hozzá napelemes ilyen kis égőket, hogy azért ugyanolyan szép legyen, mint eddig is volt, és hát a csomagot is fogunk osztani a rászoruló családoknak. Minden család szokott nálunk karácsonyra kapni egy szép több ezer forintos ajándékcsomagot, hogy azért a karácsony az békés is boldog lehessen. Ezen kívül ugye
szociális alapon tűzifát pályáztunk meg, 116 család fog kapni egy-egy köbméter kemény tűzifát, hogy hát meleg is legyen a karácsonyfa körül is alatt. Hát ugye pillanatnyilag csak ennyire tudunk a kasszába belenyúlni, több lehetőségünk nincs. Most az iskolásoknak is adjuk a Mikulás csomagot, az óvodásoknak is meg tudtuk venni a Mikulás csomagot. Még azoknak is megveszik, akik idegszentsére járnak iskolába, hogy nehogy kimaradjanak. Tehát oda is átviszünk 15 csomagot, hogy minden nyéki gyerek kaphasson azért ajándékot. Az energiaárak elszabadulása a művelődési ház bezárására kényszerítette felsőnyéket is, de advent 4. vasárnapja ennek ellenére is tartogat programokat a helyieknek. Körülötte szoktunk ünnepelni, hoznak a lányok kis kalácsokat, ott kint énekelnek a gyerekek, és a tűz mellett melegszünk egy kicsit, aki akar, még szalonnát is süthet. Úgyhogy különösebben bent magába az épületben nem tervezünk ünnepséget, mert az iszonyatos költség fölfűteni. A családi házakban viszont fűteni kell. Ehhez jelent nagy segítséget a szociális tűzifa, amellyel a fűtési szezont segíti az önkormányzat. Közmunkásokkal, ugye mindenféleképp azokkal szoktuk megoldani, ide hozzák be a központba, és az önkormányzat ki is szokta szállítani, és természetesen azoknak az időseknek, akik nem tudják azt, hogy konyha kész legyen, hogy így mondjuk, hogy rögtön be lehessen tenni a kájába, annak ki is mennek a fiúk is, összevágják, felaprítják, sőt, még ugye a családsegítők is kimennek és segítenek ebbe az ügybe. Az önkormányzat idén is eljuttatja minden rászoruló részére azt az ajándékcsomagot, amellyel az ünnepet szeretnék mindenki számára szebbé tenni. Van egy autónk, amit csak ebéd kiszállításra használunk, az ilyenkor segítkezik, jönnek a polgárőrök, meg egy-két aktivista, aki vállalja, hogy kiviszi, és egy pár jó szót szól mindenkinek. December 21-ig színesítik a karácsonyi pillanatokat megelevenítő alkotások a Tamási Civilház és Zöld Pont rögtönzött folyosó galériáját. A Tamás Művelődési Központ évről évre alkotásra ösztönzi a fiatalokat, ahogy a megelőző években sem, így idén sem volt semmi megkötés, kizárólag a téma. Az Én Karácsonyom címet adták neki, ezen belül kellett a kreatív kezeknek alkotni. Ki úgy, ki így elevenítette meg a témát. Gyerekkorban előszeretettel ragadnak az ifjak rajzeszközöket a kezükbe. Most egy évről évre kiírt pályázat keretein belül mutathatták meg, mit gondolnak egy adott témával kapcsolatban. A Tamási Művelődési Központ minden évben két rajzpályázatot hirdet meg, de a második, ez mindig karácsonyhoz kapcsolódik, úgyhogy a mostaninak a címe az Én Karácsonyom. Semmi megkötés nincs, úgyhogy bármilyen technikával dolgozhattak, ahogy szerették volna, hogy készítették a rajzokat. Mivel az interneten hirdettük meg, így a környékbeli iskolákból is kaptunk pályamunkákat. Mivel most a művelődési ház elköltözött a Zöld Pont és Civil Házba, a Deák Ferenc utca 43-ban tekintettek meg ezek a rajzok. Itt a folyosón alakítottuk ki az új kis galériánkat. A zsűrinek óvodáskortól 15 éves korig közel 250 pályamunka közül kellett kiválasztania az első három helyezettet kategóriánként. A Művelődési Központ dolgozói zsűrizték a rajzokat, és minden korosztályban adunk ki helyezetteknek díjakat, van, ahol még külön díjat is kapnak. De ilyen sok munka érkezett, hogy szívünk szerint mindent díjaztuk volna, de hát erre azért nincsen mód, meg így ki tudjuk emelni a legeslegjobbakat a sok jó közül. Ez ilyen örök mondás, hogy mindig nehéz dolga van a zsűrinek, mert ugye elég sok munka is érkezett, meg nagyon sok szép munka volt, ami közül azért így rangsorolnunk kellett, hogy meg is kikapják a díjakat. Az alkotások bármilyen technikával elkészíthetőek voltak. A rajzokon megelevenedett a karácsonyi hangulat, az otthon melege, a szeretet, a téli táj is. A kategóriák legügyesebbjeinek itt a gyerekek rajzeszközöket kaptak, ezzel arra ösztönözve őket, hogy az alkotó munkát folytassák a jövőben. Az ünnepélyes átadóra a Zöld Pont és Civil Házban került sor, ahová az alkotókat tanáraik, szüleik, nagyszüleik is elkísérhették, így zsúfolásig megtelt a már karácsonyi hangulatot árasztó tér. A társadalmunk legkisebbjei egyöntetően azt mondták, hogy az ünnepben a legjobb adni. A rajzoktól pedig visszaköszönt, hogy az együtt töltött idő is milyen fontos számukra. Rajzoltam,
és nagyon szeretek rajzolni, így ami rajzpályázat van, arra mindig szoktam rajzolni. Hát azt rajzoltam le, hogy a karácsonyfa, meg kanapé, meg kandalló, és volt rajta kutya is, és hát ezeket találtam meg úgy, hogy ezek, amik tetszenek nekem. Igazából csak így filccel rajzoltam, hát a családot, hogy egymásnak ajándékoznak. Szerinted mi a legjobb, mi a legfontosabb a karácsonyban? Hát, hogy adni jobb, mint kapni. Elfeleztem a lapot kettő oldalra, az egyik része kint volt, a másik része bent volt. A benti részt is ketté osztottam, kétszintes volt, egy lakás, a kinti rész meg egy ilyen nagy karácsonyfa, és akkor állatok ünnepelték a karácsonyt. És a házban volt a Mikulás, voltak angyalok, és akkor meg rajzoltam egy rénszarvast is, meg manókat. Az Én karácsonyom című rajzpályázatra érkezett munkák december 21-ig díszítik a Zöldpont és Civilház folyosóját. Ez idő alatt, nyitva tanítási időben bárki megtekintheti azokat. A települések életében nagyon fontos az együtt gondolkodás, az olyan szervezetek jelenléte, akik azon munkálkodnak, hogy az ott élők közösséggé kovácsolódjanak. Az Együtt Mucsiért Alapítvány céljai között szerepel a falu elszigeteltségének feloldása a külvilággal való kapcsolattartással. A szervezet minden pályázati forrást megragad, amivel a település életén lendíteni tud. A település fejlődéséért, a közösség építéséért alakult meg az Együtt Mucsiért Alapítvány 2011-ben, amely szervezet azóta is töretlenül munkálkodik. Fő célkitűzései közül talán a legfontosabb a közösségépítés volt. Ennek keretében, főleg az első időszakban inkább ilyen költségkímélő kis programokat, alacsonyabb költségvetésű programokat szerveztünk. Kirándultunk, kerékpárt túráztunk, szemetet gyűjtöttünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk, főleg így a közeledő ünnepekre készültek el különböző kis tárgyak. A másik fő célunk az a falu elszigeteltségének a feloldása. Ennek keretein belül egy honlapot tudtunk készíteni, hogy kapcsolatot tartsunk a külvilággal. Ez azért ugye 10 évvel ezelőtt még nagyobb jelentőséggel bírt, mint ma, hogy működik a közösségi média, de azóta is ezt használjuk, aktualizáljuk, és elkészült tavaly évben a német nyelvű változata is. A harmadik célunk pedig a faluszépítés, itt főleg apró eredményeink vannak. Itt van, hogy lelkes csapat egy közterületet rendbe tesz, vagy egy régi sírt, amire nemrégiben volt példa, hogy több száz éves sírokat mentünk meg, és ezt szeretnénk is folytatni. Talán egy komolyabb eredményünk a 2010-es évek elején egy önkormányzattal közösen benyújtott pályázat volt, amikor egy sportöltözőt tudtunk kialakítani, önkormányzati épületek szépültek meg, a művelődési ház és az önkormányzat épülete. Az egészségmegőrzés, a mozgásra való ösztönzés is egy fontos szempont az alapítvány részéről, aminek érdekében szerveztek már olyan programokat, amellyel többeket sikerült megmozgatniuk. Legutóbb pedig pályázati forrásból sikerült életmódváltást ösztönző eszközöket beszerezniük. A kezdetektől fogva célunk az, hogy nem mindennapi dolgokat hozzunk ide a faluba, és egy ilyen ötlettől vezérelve gondoltuk, hogy olyan helyben nem elérhető eszközökre pályázzunk, amit sikerült a Magyar Falu Program falusi civil alapjából végül is pályázat útján megnyerni, és akkor itt sikerült vásárolnunk egy futópadot, egy masszázsfotelt és egy flabellos mozgásterápiás alakformáló eszközt. És volt még egy jóga lehetőség, hogy 4 alkalommal tudtunk jogát tartani kint a szabadban, és ezeken az órákon is rendszeresen sokan részt vettek. A terem használata teljesen térítésmentes, ám a téli időszakban bezárni kényszerültek az energiaárak miatt. Elsősorban a helyiek, tehát a falubeliek élveznek elsőbséget a használatkor, viszont jönnek vidékről is. Most hát heti 3 alkalommal van nyitvatartás, illetve hát most a téli időszakban bezárni kényszerülünk itt az energiatakarékosság miatt, de tavasszal újraindul, és ugyanezzel a heti 3-szori nyitvatartással tervezzük.
Minden évben nyújtunk be legalább 2 darab pályázatot, hogyha ezeket sikeresen megnyerjük, akkor következő évben itt a régi iskola épületében vagyunk, ami egy kicsit, hát kívülről leromlott, ennek az állagán szeretnénk egy kicsit javítani, illetve a mosdórészt közösen használjuk, a szintén ebben az épületben található varrodával, és ott szeretnénk egy valami megoldást találni arra, hogy legyen egy saját vizes blokkunk. Az alapítvány törekszik rá, hogy olyan pályázati forrásokat ragadjanak meg, amelyekkel szélesebb körnek tudnak kedvezni a településen. Hogy jelenleg egy 10 lelkes főt számlál az a közösség, aki tényleg támogatja a programjainkat, és részt vesz a szervezésben, meg a kivitelezésben. Igyekszünk különleges dolgokat idehozni. Korábban volt egy ásványkiállításunk, ez Debrecenből Fürtös György ásványgyűjtőnek a kiállítását mutattuk be nagy sikerrel. A tavalyi évben nemzetiségi baba kiállításunk volt, Szekszárdi Tél Jánosné Marika hozta el ide a csodálatos babáit, szintén nagy sikert aratott, és akkor utolsó rendezvényünk volt az idén október végén, amikor László Gábor, mi svábok, mindig jó magyarok voltunk című film vetítését rendeztük itt meg, ami szintén sikeres volt. 2018 évben barátnőm Gomerman Krisztina, aki támogatja rendszeresen a marketing munkájával és a gyönyörű fotóival az eseményeinket és alapítványunkat, egy ilyen érdekes ötlettől vezérelve a helytörténeti gyűjteményünknek az eszközeit és ruháit használva fotósorozatot készített, ahol mi magunk költöztünk be, és ilyen régies képeket készített. Még abban az évben, 2018-ban beneveztünk a Centrum minden évben meghirdetett Blickpunkt képek versenyére, és ott képeslap kategóriában elhoztunk egy külön díjat, majd idén sikerült, tehát 2022-ben újra gondolnia az egyik képét, amivel képeslap kategóriában elhozta a fődíjat, és nagyon büszkék vagyunk rá. Az alapítvány a továbbiakban is azon munkálkodik, hogy a település közösségi életét fellendítse a lakosság egészét érintő rendezvények, sportprogramok támogatásával, kulturális rendezvények látogatásának szervezésével. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!